Sziasztok! Ebben a videóban szeretném megmutatni nektek, hogy hogyan kell kirakni a 2x2x4-es kockát, azaz a Rubik tornyot. De még mielőtt nekivágnánk, szeretném ismertetni ezt a kis kockát. Ugye ez egy alakváltó kocka, tehát nem marad ilyen torony alakú, ezért van a bekeverésnek egy sajátossága, hogy először mindig dupla forgatásokkal kell a felső két oldalt bekeverni, utána már közbefoghatjuk a köztes éleket is. És miután úgy látjuk, hogy ez már kellően be van keverve, akkor megkezdhetjük ezt az alakváltást. És amint úgy látjuk, hogy ez már kellően bonyolult nekünk, akkor megkezdhetjük a kirakást. Első lépés, hogy kialakítunk egy 2x2x2-es ilyen kis blokkot, ez lesz a toronynak az alja. Ez úgy működik, mintha sarkokat raknánk ki egy 3x3-as, illetve 2x2-es kockán. Például megnézzük, hogy ez oldalra áll ki, úgyhogy ha én ezt berakom ide a helyére, akkor már három elem már megvan, és még egyet kellene ide beraknom. De itt van ez, ugye ezt a fölhozom ide, akkor ez jó, de kilök egy elemet. Ebben az esetben ezt fölhozom, kimentem, visszarakom a kilökött elemet, majd ezt is. Ugyanez ezzel a módszerrel az összes ilyen szituációban meg tudod oldani ezt a 2x2-es blokkot. Ezt követi a másik oldal, illetve a toronynak a másik felének a megoldása, amelyre több eset is van. Előfordulhat olyan, hogy kettő darab él egymással átellenben, van, tehát kettő élmut lóg így ki oldalra, előfordulhat egy olyan, hogy kettő így egymás mellett, illetve az az eset is, hogy egyetlen egy néz fölfele, és három pedig valamilyen irányba, és van egy ilyen csúnya eset is, amikor így össze-vissza áll ki kettő. Ebben az esetben elkezdjük az algoritmust, ami arra az esetre szól, hogyha csak egyetlen egy darab élnéz ki fölfele, és amint látjuk, hogy kihoz egy olyan szituációt, hogy vagy átellenben, vagy egymás mellett van ez a két kis sarok, ott megállunk. Tehát ez most úgy néz ki, hogy jobb oldalt kezdek le, oldalt fel, oldalt le, oldalt kettőt fel. És ez kihozott egy olyan esetet, hogy kettő van átellenben, illetve egymás mellett lefordulva. Ebben az esetben a kockát úgy kell orientálni, hogy fölfele nézzen egy-egy ilyen kis párocska, és a következő algoritmust kell végrehajtani, először bal oldalon, tehát minden leföl az a bal oldalra vonatkozik, illetve az oldalra, pedig azt jelenti, hogy mindig a tetején fordítok bal irányba. Tehát le, oldalt fel, oldalt le, oldalt kettőt fel, most jobbra, tehát le, oldalt fel, oldalt le, oldalt kettőt fel. Most ez ugyanaz az eset, tehát ugyanúgy kellene megoldanunk, de meg szeretném mutatni nektek, hogy hogyan kell ezt átellenre csinálni. És így. Ebben az esetben most a két megoldott él néz fölfele, tehát nem kell elfordítanom ebbe a pozícióba a kockát, hanem amelyik irányba meg akarom megoldani, az néz fölfele, tehát így tartom a kockát, és ugyanazt az algoritmust hajtom végre, mint ebben a pozícióban. Semmi extra nincs ment, tehát le, oldalt, fel, oldalt, le, oldalt, kettőt, fel. Most ha megnézzük, ugye felénél járunk az algoritmusnak, és most kialakult az a szituáció is, amikor csak és kizárólag egyetlen egy ilyen sarokelem néz fölfele.
Ez azt jelenti, hogy ugyanezzel a fél algoritmussal kell ezt az esetet is megoldani, tehát ez úgy néz ki, hogy ezt a sarokelemet bal-hátra kell berakni, és az algoritmusunknak a jobb oldali részét hajtjuk végre, tehát le, oldalt fel, oldalt le, oldalt kettőt fel. Már is visszanyertük ezt a torony alakot, és a következő lépés az, hogy keresünk ilyen sarok és él párokat, amelyek passzolnak egymáshoz. Itt egyből van kettő. És keresünk még a másik oldalon. Ezt a felső oldalnak a tekergetésével lehet ilyeneket vadászni. Itt is van például egy. Ezt át kell menteni a másik oldalra. Tehát fordítok rajta kettőt, úgyhogy ezt a páromat itt ne roncsam el. Mert ha megnézem, itt van még egy ilyen blokk. Ezt a blokkot, ugye itt a helye, ide szeretném átmenteni majd. A helyétől keresztbe rakom, fordítok kettőt, egymás mellé került ez a két blokk, majd visszarakom a másik oldalra. Így ez a kétszer kettes rész már lényegében félútig meg van oldva. Majd ezt követi az a rész, hogy keresünk egy olyan esetet, hogy legyen kettő ilyen sarok él párom egymás mellett, amennyiben átellenben van, majd a most következő algoritmust kétszer kell végrehajtani, de az első esetben nem kell odafigyelned a kockának az orientációjára. De ha megnézzük, nekem ez egy olyan szerencsétlen eset, hogy minden egyes ilyen kis él párom jól jött ki, tehát én ezt most gyorsan bekeverem. Mondjuk azt mentsük meg, és akkor... Így, most itt van ez a helyzet, amikor itt van egy párom, és ezt a két sarokelemet kellene megcserélnem, hogy ezek a blokkok is létrejöjjenek. Ezt úgy teszem meg, hogy bal oldalra teszem a már meglévő ilyen kis blokkpáromat, majd pedig a jobb oldalakon mindig kettőt fogok forgatni, úgy, hogy ne roncsam el ezt a torony alakot. És a következőt csinálom. Jobb oldalt, tetejét balra, jobb oldal, tetejét jobbra, jobb oldal, tetejét jobbra. Most az alsó élen is kell egyet balra fordítani. Jobb oldalt, tetejét jobbra, jobb oldalt, tetejét balra, jobb oldalt, és most az alját visszarakom. Amennyiben ez a élpárod átellenbe jött volna létre, az előző algoritmust kell kétszer megismételned. Mint mondottam, először nem kell figyelned az orientációra, majd pedig figyelj oda, hogy a létrejött ilyen kis párodat mentsd át a bal oldalra. Következő lépés, hogy kirakunk egy oldalt. Ez úgy történik, hogy ugye itt lenne a helye ennek a kis fehér elememnek, tehát megint keresztbe rakom a helyétől, kettőt fordítok a helyén, majd pedig visszarakom. Ugye, amikor kijön egy ilyen oldal, akkor meg kell nézni, hogy milyen elemeket kell egymás mellé berakni, hogy így körbe minél több színem jó legyen. Ugye itt ez már stimmel, most itt van egy bordó, és itt a másik bordó, tehát én ezt átpróbálom rakni a másik oldalra, tehát itt a helye, tőle átellenbe teszem, kettőt forgatok rajta, vissza, megint kettőt. Most ha megnézzük, nem jönnek ki a bordók egymás mellé, de ilyenkor még nem kell megijedni, meg kell keresni egy másik szint, hogy hát ha azzal kijön. Például itt van egy sárga narancs, itt van a sárga szín, ha ezen fordítok kettőt, ez most helyes lett, és akkor megy tovább az ember, ez pont párba került,
és most meg is van oldva ez az első 2x2-es rész. Most következik a másik oldalnak a megoldása. Itt ugyanazt az algoritmust kell használni, mint két sarokelemnek a megcseréléséhez. Most annyi a különbség, hogy a tetejének a egy darab forgatása helyett most kettő darab ilyen sort kell elfordítani. Ugyanúgy keresünk egy párt, itt van, ezt berakjuk balra, és most ezt a két párt kell megcserélnem. Tehát jobb oldalt, tetejét balra, jobb oldalt, tetejét jobbra, jobb oldalt, tetejét jobbra, alját balra, jobb oldalt, tetejét jobbra, jobb oldalt, tetejét balra, jobb oldalt, és az alját balra. Ezzel ki is raktad a 2x2x4-es Rubik kockát, azaz a Rubik tornyot.